Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon! A mai nap 24 órás videót fogunk csinálni, mert annyian írtátok kommentbe, hogy hát mondom, legyen. Szóval, a mai témánk, apunál úgy voltam, hogy nem tudott róla. És még meg is prankeltem! Szóval, tessék! És természetesen azért előtte anyut is megprankeltem. Tessék! Anya, van még ékrém a hűtőbe? Persze, ott van a helyén. Oké, köszi. És te is, anya? Miért is ne hozz egyet? Tessék, anya. Köszi kincsem. Brigi! Szóval pár info. Győrbe fogunk leutazni, apa egy családi házban él, van egy kis boltja. Néha följön, néha nem, szóval nagyon kell majd vigyáznom, mert random bejön az ajtón, aztán lemegy a boltba, a mama meg végig otthon lesz, szóval fú, én nem tudom hány százalék esélyem van arra, hogy ne bókjak le. Szorítsatok! Na de menjünk! Na most szálltunk le. Én már nagyon izgulok. Lassan odaérünk. Hát kíváncsi leszek. Jó lenne, ha nem az első egy órába buknék így le. Szevasz! Törpe! Most ugrik a majom a vízbe. Jó, most nagyon hall. Még jó, hogy a mama nagyot hall. Erre gondoltam, hogy itt a fotel mögött fogok elbújni. Kicsit szűkös. Előre toljuk. Így jó lesz. Nem a legkényelmesebb, de majd valahogy kihúzzuk. 2000 years later. Ásítuszik a mama. Megmutatom, mit csinál. Most már ketten vannak, így hogy tényleg ez a hangulja lesz, mint az, amikor a csajok így kaját esznek, meg így a körmökkel is szélnek. TikTokon láttam ilyen videókat. Mami elment aludni, mindig ebéd után, vagy hát mennyi az idő, várjál. Már 2 óra. Hallod? Vagy 4 órát elkockultam. Na, apa mobilja nem hiszem el már megint. Hoztam nasikat. Remélem nem hallja majd meg. Én is indulok, aztán ott találkozunk, jó? Nem hiszem el, végre nézzétek meg ebbe a kis lyukba. Ültem, feküdtem itt, várjál. Megőrült a kamera, várjál. Nézzük meg, milyen kaja van.
Hol a kaja, mama? Itt szokott lenni. Na várjál, valami maradék. Hoppa, messenger a bunak. Gyümölcsleves. Jó étvágyat. Na, itt is az a baj, hogy igazából a szekrénye apunak tök kicsi, és így oda nem lehet bebújni, szerintem megint a kanapé mögé. Mutatom. Hát ez a szekrény, ez nagyon kicsi. Megint szerintem a kanapé mögött a legjobb. Hát ugye már bezárt apa a boltba, szóval most már csak följön. De ahogy ismerem, megint egy 5 órát fog telefonálni, szóval én már elő is készítettem. Hallom a lépcsőn, hogy jön. Készüljünk föl. Úristen, de kényelmetlen az is. Nagyon kerbisérnem. Addig kimegyünk, amíg apa zuhanyzik. Ó, a fogmosást hogy fogom megoldani? 2 hours later. Olyan álmos vagyok, mint az állat. Így, hogy fogok elaludni. Baromi kényelmetlen. Szerintem nem fogom érezni a csontjaimat majd reggel. Valamivel nem bírom. Kicsit elmosódott a sminkem, arra gondoltam, hogy megvicceljük apát. Becsenem a mobilját. Biztos keresni fogja, mert hozzá van nőve, meg is van. Le kell halkítani, mert aztán fölhívja magát. Keresi. 5 minutes later. Na, nem volt ideges amúgy, csodáltam. Na, most összerakjuk a cuccot. Most már az a jó, hogy itt simán lehet hangoskodni, mert lement dolgozni apa, a mama meg, hát nem tudom, most vagy boltban van, vagy már főzi az ebédet. Nagyon sunyiba kell kimennem, mert azt terveztem, hogy majd Pestről felhívom őket, és akkor megmondom neki, hogy én itthon voltam. Kíváncsi vagyok, hogy elhiszi-e. Tudja, hogy azt mondja, hogy persze. Küldök neki részletet így a videókból. És a mamánál azért nem kell, hogy lebukjunk. Halkabban. Miért recseg ennyire? Szia, törpe! Szia! Szia! Na jó,
ágyunk hideg van. Miért beszélek ilyen halkan? Már annyira megszoktam, hogy ott nem beszéltek hangosan. Már csak arra vagyok a legjobban kíváncsi, hogy mit fognak szólni, hogy én itthon voltam. Na végre hazaértünk. De hideg volt kint. Hogy áll a hajam? Szóval, hívjuk is fel aput, kíváncsi vagyok, hogy mit szól, az elhiszi vagy nem. Hozom is a mobilt. Hívjuk is aput. Hello. Szia, apa, otthon vagy? Itthon vagyok, igen. Jó, akkor nem zavarok. Na, azt akarom mondani... Jó. Na, azt akarom mondani, hogy tegnap én otthon voltam. Vagyis ma is. Ja. De komolyan. Jó, akkor majd megnézem. Már nem vagyok ott, de ott voltam. Tegnap mentem reggel, és ma reggel jöttem el. Aha. Na figyelj, apa, küldök egy videót, és akkor elhiszed, mert hiába magyarázom, hogy ott voltam, úgyse hiszed el. Várjál, küldöm a videót, akkor nézd meg. Ajha, hát ez hogy lehet? Ugye? És emlékszel, hogy nem találtad a mobilodat? Hát, én nem emlékszem, igen. És utána meg meglett, megprenkeltelek. Hát én meg már azt hittem velem jár. Ez jó. Há, jó van, kicsinyebb. Majd valamelyik héten hazamegyek, aztán akkor majd élőbe is beszélünk, nem sunnyogok. Oké, de sem szeretem. Puszika, én is, szia! Ja. Hát ez nagyon jó volt, azt hitte, hogy valami szellemjárás volt, vagy valami, hogy nem találta a mobilját. Na, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a tippet, hogy ilyen 24 órásat csináljak meg, mert nekem ez is nagyon tetszett. Puszi! És még ott van a hajszárító!